És amott egy tábla a kocsma ablakán, természetesen fordítva, frissen csapolt sört. Örkény István egyperces novelláiból olvastak fel egy részletet a Móri Zsigmond olvasókör legutóbbi találkozóján. A 20. századi magyar irodalom egyik jelentős alakja 105 évvel ezelőtt született, ezért is választották az ő munkásságát az aktuális összejövetel témájának. A Móri Zsigmond olvasókör már 3 éve működik, a Magyar Kultúra Napján alapították még 2014-ben. Minden hónapban egy-egy olvasókori találkozót tartunk, és örömünkre szolgál, hogy kezdetekben csak 15 fő volt jelen a foglalkozásokon, és most már pedig 25-30, valamikor 50 fő is meglátogatja a foglalkozásainkat. És hogy milyen témákat választunk ki, ez mindig kapcsolódunk az aktualitásokhoz, évfordulókhoz, emlékezünk nagy költők, írók születésnapjáról, haláláról, valamint kapcsolódunk a jeles ünnepekhez, úgy mint a karácsony, a húsvét, és a nyári hónapokban pedig a nyári olvasmányélményeket dolgozzuk fel. A találkozón a tagok az aktuális költő és író saját kedvenceit is felolvashatják, így sokszor rég elfeledett vagy kevésbé ismert műveket is hallhatnak a résztvevők. Örkény István a magyar abszurd dráma képviselője volt, tragédiái néhol komédiává válnak. Stílusteremtése nem csak hazánkban, hanem a világirodalomban is egyedinek számított. Műfajt teremtett. Egy nagyon szokatlan, furcsa műfajt az egyperceseket. Én azt mondanám, hogy az egypercesnek az olvasása lehet, hogy még kevesebb is, de egy-egy írás szinte időn túl mindig újra és újra visszatér az életünkben. Ahogy Örkény is fogalmaz, a groteszk az valami szokatlan és furcsa nézőpont, ugyanakkor a világunk nagyon sokszor még groteszkebb és még furcsább, mint amit a fantázia kitalálni képes. A Móri Zsigmond olvasókör mindenki számára nyitott. A csoport az olvasni vágyó fiatalokat is szívesen látná a találkozókon.